11. fejezet. Ilyen a kávban. Este 6 óra körül járhatott, amikor a két fiú kinyitotta Nestorral a villa argó garázsának ajtaját. A vasajtó égtelen csikorgással emelkedett fel, és ők egy poros helyiségből léptek, amelyet a mennyezetről lógó egyetlen villanykörbe világított meg ilyen. A garázs nagy részét egy fehér lepedővel letakart automobil foglalt el. Egy régi Spider volt az 50-es évekből, Működik még, kérdezte miután kíváncsiságból bekukantott a lepedő alá. Nem hiszem, túl sok idő telt azóta, hogy utoljára használták, vászolt Lásztor, miközben megkerülte a kocsit. Itt van Ni, a témát váltva. Fölibben tett egy másik lepedőt, amely két egymásnak támasztott régi kerékpárt rejtett maga alatt. Tudtam, hogy meg, még megvannak. Gyerünk, kapjátok el őket. Rick megragadta az egyik bicikli kormányát, Jason a másikét, és kitolták őket a garázsból. Iha, kiáltott felik, mikor a napfénynél jobban színűre vette a biciklit. Régi darabok voltak, sepváltó nélkül, nehéz feket öntött vasvázzal. A gumiknak még jónak kell lenniük, mondta Nestor, és egy pumpát nyomottak a kezükbe. Egy kis izommunka munka és már működnek is. Aztán előkerült egy olajos palackot és egy rong rongyot. Kenjétek be vele a láncot és a féket. Először törőjétek le a port, aztán mehet az olaj, majd megint a rongy egészen addig, amíg a lánc simán nem fut. De ne spóroljatok ám az olajjal, mert ha a lánc akad, elszakad. Biztos, hogy eljutunk ezekkel a faluig, kereszt Jason, mikor meghallotta a lánc nyikorgását. Legalább egy mázsát nyomnak. A faluba biztos, válaszolta a kertész. Régi megbízható bicikli ezek, ami azonban a visszafelé útat illeti, na az már a tüdőtöktől is függ, meg a lábatoktól. Minden esetre Ulysses Moore és a felsége is ezeket használta. Rég gyorsan meg felfordította a biciklét és pumpálni kezdte a kerekeket. Nestor ismerő pillantást vetett a fiúra, szerette a határozott embereket. Megtudhatnám, mi a csodát akartok ki ilyenkor? kereszt a gyerekektől. Jason arca hirtelen kifejezést tenné vált, annak egyértelmű jelként, hogy fülönteni készül, majd egy olyan bizarr történettel rukkolt elő, hogy az már szinte hihető volt. Ha lehet, próbáljátok meg nem butaságot csinálni, mondta Nestor, És vacsorára itt legyetek, a szüleitek megkértek, hogy készítsek nektek vacsorát, és nem szeretek feleslegesen dolgozni, mondta, majd hát fordított és magukra hagyta a fiúkat. Negyed órával később Rik és Jason felpattant a két öreg csotrogány nyergébe. Csúlya is felszállt Rik bicikliére, ami könnyebb és kisebb volt, és miután lejjebb engedte a nyerget, ő is készen állt az útra. Elköszöntek a kertésztő és kitekertek az udvarról. Nekiváltak, a szikla szirtán futó lejtős útnak, lefelé a kínolkábjából felé. Julia ment legelől, lobogott a célben, és az első kanyar bevételekor nagyon sikkant a törömében. Mögötte Jason tekert, félhangosan dühöngve valamin, majd Rick zárta a sort, aki még egyszer hátrafordult és visszaintegett Nestornak. Az öreg kertész szemellenző formával kezével nézte, hogy a gyerekek eltűnnek a fog felé vezető úton. Ki tudja, dörmögte magában. Ki tudja, talán a gyerekeknek sikerül. A lejtő meredek volt, a kerekek őrült sebességgel forogtak, és nem sokára a dombok mögül előbukkantak a faúcska házai. Kimolkáv egy tudta a festett kis házban állt, az öböl védettebb sarkában. A parti útba számtalan a szárazföld belsejéből érkező út csatlakozott merülegesen, egy sor évet rajzolva a tengerparti sávra. Mint minden szombaton, most is sok autó körözött a kikötő környékén parkolóhelyet keresve, a sétáló utcán pedig vidám embertől önpöjgött. Julia érkezett meg elsőnek, lepattant a kerékpárról, amit egy útjelző táblának támasztott. A tábla arra figyelmeztette az autósokat, hogy ne parkoljanak túl közel a parthoz, mert a dagály elsodorhatja a kocsikat. Hé, lustaságok, kiáltotta oda a két fiúnak, amikor azok végre útlérték Ezt a vacakot, dühöngött Jason. Ezen csak két sebesség van vagy áll, vagy szágód, mint a veszedelem. Ha meghúzod a féket lecövekkel, ha meghagyod, többé nem áll meg. Csak rosszul van beállítva, meg aztán nehéz is, hogy elesztelik. A vörös hajú fiú ismét otthonosan érezte magát. Ez volt az ő világa. A sétáló utca bodé, a strand a kutyákkal és a gyerekekkel, és az színes világokkal díszített tengerre néző házakkal. Hol van ez a kalipszó? Kérdezte Giulia, miközben boldogan nézte az utcán sétáló embereket. Rika indult maga mellett tolva a biciklit. Felkaptattak egy kis utcán, amely a száraz föld belsőjén felé vezetett. Maguk mögött hagyták egy férfi szobrát, aki egyik lábát egy horgoljon pihentette, és elértek egy kis térre, amelynek közepén egy régi megalitikus, kőből faragott szögőkút állt. Benne halkan csavogott a víz. Itt né, mondta Rick, és egy kis bolt felett lógó fattáblára mutatott, amelyen a következő felirat állt. Kalipszó szigete, a tengerből kimentett remek művek. Megtámasztották a bicikliket. Rick kinyitotta az ajtót és belépett. Az ajtó félfára akasztott csengettyű fémes hangon csilingelt. Kalipszó szigete különösen hangolatot, különösleges hangotot árasztott. A környezet barátságos volt, a levegő várakozásra és titkokkal teli, Kémek sorakoztak a földön és az alacsony polcokon, egyfajta labirintus félét hozva létre, melynek vishonyai magukra vonták a figyelmet. Jövők már, kiáltotta a tulajdonos, amikor beléptek. Kalipszó az apróska hölgy volt, csidogó szemekkel és bizalmat ébresztő mosolyjal. Világos sejem és térdigérő kék ruhát viselt. Egy alacsony sarkú, mondó a cipő egész ki az öltözetét. Rég benne, micsoda megtiszteltetés, kiáltott, mikor meglátta a fiút, majd hozzátette. Elhoztad a barátaidat is? Pompás. Nem, nem, hadd találjam ki. Fogadok, hogy ti vagytok a londoni gyerekek. Julia, Jason. Kalipszó készfogása nagyon meggyőző volt, erős, de bántó, barátságos, de nem gyányoskodó. Jó jel, hogy ilyen korán betévedtek a könyvesbotomba. Hány nap is érkeztetek ki a markálvon. Nem, nem, hadd találjam ki. Egy hete a is kisasszony, válaszolta Jason. Hát igen, egy hete, ismételtenek meg a is kisasszony. Na és hogy tetszik ki a Kicsi, igaz? Eldobott? El van zárva a De, hogy Dehogy, válaszolta Julia. Igazából azt gondoljuk, hogy persze, persze, ágott közben a is kisasszony. Nagy megrázkódtatás lehetett a Piccadilly közt a, hirtelen a sós sziklára csöppenni. A Big Ben mellőle mi kis vad e, kilátónkhoz. De hát végtére is a villargóban laktok. Ha valaki egy ilyen villában élhet, hát bizony, az meg a paradicsom. Ki is akarná menni onnét? A tenger, a kékig, kék, fák, mi más is kellhetne? Valójában e, szóval mi szóval nekik? Persze, persze. Tudom én, hogy nem kell lángésznek eng lenni, hogy az ember kitalálja. Kiáltott fel kis kisasszony, hogy miért is jöttetek. Mi hiányozhat? Egyszerű. Néhány jó könyv. Pravórik Majd meglátod, hogy néhány okosan gondolkodó város társasága a te fejedet is a helyére teszi. Mondta, majd az ikrekhez fordult. Nem tudom, tudjátok-e, de az ifjú bennel épp anyjai annyira szeret iskolába járni, mint egy tamár. Julia és Jason elmosodott, mert látta, hogy Rick elvörösödik, és a keze szorul a tréfa hallatán. Úgy tűnt, hogy a bőbeszédi bótos asszony befejezte mondókáját, mert elhallgatott, és mellettem nézett a gyerekekre. Nos tehát, milyen könyvet is kerestek? A három gyerek összenézett, mert látszólag mindhárman azon tanakodtak, ki is a ön közük. Julia érezte, hogy most rajta a sor, és megszólalt igazából mi most nem a könyvek miatt jöttünk el, is kisasszony. Nem? Akkor mégis mit szeretnétek? Kérdezte a tulajdonos, hogy megrökönyödve, és hangja élesé vált, mint a borotva. Kézen gyorsan közbelépett, hogy megmentse a helyzetet. A nővérem azt akarta mondani, hogy nem csak a könyvek miatt. Az igazi ok valóban a könyv, de lenne egy másik kérésünk is. Elmagyarázta hát a postahivatal ügyét, majd is kisasszony kezébe nyomta az értesítőt, amit a naplóban találtak. Kalepszó figyelmesen szemügyre vette a papírdarabot, majd megkérdezte. Ki adta ezt nektek? Nestor, üdentette Jason hihetetlen gyorsasággal, és azt mondta, magát keressük. Kalepszó egy pillanatra mérlegelte magában a választ, majd így szólt. De ma van, a postahivatal zárva. Igen, de kiáltotta Jason, ha megtenné nekünk azt a szívességet, hogy kinyitja egy pillanatra, csak annyi ideig még felveszük azt a csomagot, és mégis honnan tudod, hogy ez egy csomag? Hát igazából nem tudom, csak gondoltam, válaszolta el bizonytalanat a Jason. Minden esetre, akár csomag, akár nem, ha a posta nyitva is lenne, akkor sem adhatnám oda nektek, világosan ide van írva, a villargó tulajdonosának. Én pedig nem látok más, csak három gyereket, akik szétdobálták a biciklikeiket a bolton kirakat előtt. Ekkor Julia és Jason magyarázni kezdték, hogy igazából az üszlék a villargó tehát ez a küldemény valójában őket illeti. Most éppen nagyon el vannak foglalva a költözéssel, ezért nem tudtak eljönni személyesen. Nestor azt mondta, hogy meg, hogy meg fogja érteni. Kalipszó kisasszony legintet egyet. Hát persze, ez jellemző a villargó tulajdonsaira. Mindig valaki más küldenek a flóba, ahelyett, hogy maguk jönnének. Akkor ki tudja hogy nekünk most a posta hivatalt? Nem, drágáim, szombat van. Szombat délután a posta zárva tart. Három könyv, mondta egyszerre Jason, és kihívóan tett egy lépést is kisasszony felé. Mit mondtál? Azt mondtam, három könyv. Ha kinyitja nekünk a postát, és megkaphatjuk a küldeményt, elviszünk három könyvet választhat melyiket. És megígérjük, hogy egy héten belül elolvassuk. Ekkor megszólalt az ajtó fölött lógó csengettyű. Egy turista kukkantott be az ajtón, aki azonban, amikor meglátta, hogy egy könyvesboltba tévedt, elnézést kért, és becsukta maga mögött az ajtót. Az hitte, egy romantikus kis vendégült talált. Kalipszó szigetére csend A tulajdonos nő titokzatos arcán azonban egy mosoly jelent meg. Három könyv egy hét alatt, azt mondtad? És ki is kérdezhetnek, hogy lássam valóban elolvastátok -e? – Természetesen, válaszolta Jason. Rendben, áll az alkú, nézett be a kisasszony, és kezet nyújtott. Három könyv a csomagért cserébe. Hé, honnan tudja, hogy csomag? Kiadott fel Julia, de rögtön el is hallgatott, mert az öccse belerúgott a lábába. Előbb szó kisasszony eltűnt a pult mögött, magához vett egy hatalmas kulcsomót, bezárta maga mögött a könyves volt ajtaját, és átvágott a kis téren. A posta hivatal a szemben állt. Egy negyed óra múlva a gyerekek a tengerparton álltak. Maguk mögött hagyták a hétvégéző turisták hadát, és egy magányos múlóra vonultak. A sziklaszért tőlük balra emelkedett, a kikötő a sok kis hajóval a jobbjukon terült el. Egy cipős doboz nagyságú csomagot szorongattak a kezükben, amelyet több rétegben balna ragasztó szaraggott körbe, és három fakó kötésű szomorúnak tűnő könyvet. Te meg azok a remek ötleteid, dolog a Ezt a borzalmas vastagot te olvasod el. Kalipszú az ültő szelket választotta ki neki, Emily Brontétól. Léka rejtelmes szigetet kapta Zsülvernétől, még Jasonnek volt egy hete, hogy átvágja magát Christian Jacques Monumenta és Ramsleszén. Jason azonban elengedte a figyelmele Judy és neki látott, hogy kiszabadítsa a csomagot a ragasztószolákból. telepedett mellé, és nagyon ügyelt, nehogy a doboz tartalma a kicsomagolás helyében a tengerben kössön ki. Néhány perccel később ott volt a kezükben a ragasztószalagtól megszabadított csomag. Egy igencsak megtépázott mentors, csokolád és bombon doboza. Reméljük ez legalább lehető – jelzte meg Júlia. Kinyitották a dobozt. Nézzétek, kiáltotta Jason. A dobozban egy hatalmas újságpapír közé csomagolva négy kulcs feküdt. Régi kulcsok voltak, helyenként rosdafoltok ételenkedtek rajtuk. Minden kulcs feje finoman kidolgozott volt, más-más mintával. Rég véletlenszerűen kivette az egyiket a dobozból, és a fény tartotta, hogy jobban lássa. Olyan, mintha egy állat lenne rajta, hogy Julia Giulia legugott mellé és így szólt. Tényleg, olyan, mint egy leguán, vagy iguána. Valóban, leginkább egy nyitott szájú leguánra emlékeztetett. Sérzen is kivette egy kulcsot a dobozból. Ez meg, mintha egy szamár, vagy inkább ló lenne. Megmutatta a kulcsot a barátainak, akik tökéletesen egyetértettek vele. Júlia kezében nyúl a kulcs volt, és rögtön meg is kapta öcsétől, hogy mindenki e, hozzá hasonlót választja. Mi mindig jobb, mint egy olyan át, ami inkább szamár, mint ló, állt vissza Julia. Az utolsó kulcs egy jaguár tábrázolt. Ló, leguán, nyúl és jaguár, úgy mondta Rick, mellettem lámulva a négy kulcsot. Milyen összefüggés lehet a négy állat között? Az egyik ragadozó, a másik patás, a harmadik növényevő, a negyedik meghüllő összegezte Júlia. Az összefüggés kívül egyszerű. A villa argóban van egy ajtó, amelyiken négy kulcsok van. Én már négy kulcs, egyszerűbb, mint nincs semmi más a dobozban. Semmi, rázta meg Jason a dobozt, hogy nem utassa, nincs benne más. papír darabok hullottak a földre, és végül egy összetekert pergamen, amit Rick gyorsan felkapott a földről. Nyertem, Kiáltatta. Ezt a pergament is ugyanazokkal hieroglifákkal írták, mint a másikat. Most már hisztek nekem, sziszette Jason, hosszabb vizsgálatva az immár ismerős írásjeleket. Az öreg igen igenis titkokat őrzött, és mi kideríthetjük őket. A tenger felett megint felhőtörnyös voltak. Úgy tűnt, újra vihar készülődik.